Sziasztok! Adjunk egy pofont kölcsönösen a Starcoin készletemnek! 22.963 eszcím van most, és megnézzük majd, hogy mire megyek a videó után az eszcímmel. Ugyanis, mint láthatjátok, megjött végre a bazár, itt már ki is van így, hogy ÜDVÖZLÜNK! Üdvözlünk az idézők szurdokában, és itt egy csomó-csomó varázslatos dolgot találhatunk. Többek közt egyébként szetteket, <coughs> amik elvileg akciósak, el, hogy elvileg, elvileg akciósak, <coughs> Szívike meg megfullad, <coughs> persze azért minden estére is fő van rakva, és nem feltétlen adnak maximális pontszámot egyébként, talán még ez a set ér valamit abból a szempontból, hogy hogy a cuccok maximális pontszámot adnak, de a többi, ha jól láttam, akkor, akkor szatyi, <köhem> de de még ez is még ez is max pontot ad Jorviki Akadémia hát, ja de mondjuk lóra nem nagyon van, csak ez a nyereg úgyhogy azt hiszem, hogy nem leszek lelkes vásárlója ennek a boltnak itt van még egy, ez csak kajás egyébként de itt, ö, itt nincs akcia. Szerintem. Mondjuk, ha már beraknak ide egy ilyet, akkor lehetne legalább akciós. De mindegy, nem akarok belemenni. Itt vannak még a petek, <coughs> ami fóka, meg desznó. Fóka, meg desznó, de nem igazán érzek késztetés rá, hogy vegyek belőlük, mert annyira nem <coughs> dobogtatták meg a szívemet. Legalábbis most. Hát régen még úgy örültem ezeknek, mint majom a farkának, de hát van már egy pár belőlük, úgyhogy én nem igazán tartok igényt az összesre, ami azt illeti. Na és akkor ugye korábban volt egy videó, melyben említettem, hogy ezekből a lófajtákból ne vásároljatok, mert a bazárban akciósak lesznek. Ilyen volt a belga melegvérű, a fríz, a lipicai és a morgan. Ugye mondtam, hogy ezekből egyelőre ne vásároljatok, hogyha nem akartok uh több eszét bukni, mint amennyit amúgy kéne. És én itt már kiválasztottam a lovakat, elég nehéz volt. Úgyhogy a kedves férjem segítségét kértem, hogy, hogy kicsit támogasson meg, hogy melyik lovakat kellene megvásárolnom. Ugye nekem most föl kellett mérnem, hogy melyik lóból van, melyik lóból nincs. És hát igazából arra jutottam, hogy független attól, hogy minden lóból ugye van már legalább egy, kiválasztottam nagy nehezen azokat a variációkat, amik, amiket még nem volt alkalmam megvásárolni. Morgannel bajban voltam különben, mert hogy a régi generációból az összes megvan. Az újak közül meg annyira nem tetszett egyik sem. <coughs> De mindegy. Na, srácok, akkor én kezdetnek őt néztem ki, egyébként 595 SC-be került. Beára akartam először vásárolni, aztán rájöttem, hogy Beá jelenleg 2000 SC van, <coughs> amiben csak az a az a cink, hogy nem akarom a, a bazáros lovakra elkölteni az összes eszémet, mert most ha mindegyikből veszek egyet, az is 2000 SC lesz. Úgyhogy most igazából én ezt így elengedtem. <kül> Azt mondja, hogy igazából vannak névötletek a fejemben, de az a nagy problémám, hogy nem kapcsolódnak annyira ezekhez a lovakhoz. És gondoltam, hogy akkor ö, már egy kicsit kicsit valami olyan nevet is adhatnék, ami legalább valamennyire azért így így kapcsolódik, de biztos, hogy nem fogok ilyet találni, különben. Éppen ezért. Amúgy tényleg nem tudom már fejbe tartani, hogy milyen, milyen neveket adtam a lovaimnak, de már régóta szemezek a Kendall névvel, szóval szerintem én ezt a ezt a nevet fogom ennek a csodálatos paripának adni, és csődör lesz. Felnőtt csődör. Vagy ivaréret lepkefing. Még nem jöttem rá, hogy csődör vagy ivaréret lepkefing, de erről majd később. Na, meg is veszem. Jó, nem dekázunk. <kül> A jármódokat gondolom senkinek nem kell bemutatnom, hiszen ezek olyan lófajták, amik már benne vannak a játékban. Az jutott eszembe, és ezzel kapcsoltam tulajdonképpen össze, hogy nem nagyon szoktam már e, ilyen mintás lovakat venni, tehát inkább már annak a, annak a híve vagyok, hogy, hogy olyan lovakat veszek, amiknek egy színük van, és ez nem szándékos különben, csak azok tetszenek. És akkor arra gondoltam, ha már amúgy le vannak akciózva Belgából, így is, úgy is szerettem volna venni még, és úgy gondoltam, meg hát azért a kedves férjem is rásegített, hogy, hogy akkor, akkor őt, őt vegyem meg, és hát kíváncsi vagyok, hogy milyen kalandokat fogok vele átélni, és amúgy az a tapasztalatom, és most a videó is uh, erre bátorít, hogy elmondjam, itt Paula Nord -Kéklovát is elnéztem, hogy ő is ezt vette meg, hogy így, hogy leakciózták őket, a játékosoknak a nagyobbik része ezt a lovat választotta. Ez még egy indok volt arra, hogy, hogy én is őt vegyem meg. Egyébként nagyon szeretem a belgákat, tehát tökre örülök, hogy le, leáraszták őket, mert így akkor tudtam venni még egyet. Korábban említettem, hogy szeretnék. És akkor úgy tűnik, hogy ez most így meg is valósult. Na de jöjjön a következő. A Jorviki Na most... Tudjátok, vele nagyon bajba voltam, megmondom miért. ő már megvan. Ő még nincs meg, de nem véletlenül nincs meg, mert annyira nekem nem jött be. Ő megvan, ő is megvan, őt is megvásároltam már, és őt is. Tehát, hogy igazából ez a két szerencsétlen maradt, összvisz, és úgy voltam vele, hogy fehér már van, tehát, ha vagy szürke. És gondoltam, hogy akkor, hogyha már veszek, akkor valami olyat vegyek, ami, ami még tényleg abszolút nincsen, és múltkor valamelyik játékosnál láttam ezt a lovat, és úgy voltam vele, hogy miért ne vegyem meg. És akkor gondoltam, ha már úgyis leárazzák, akkor így ugye már nem, nem leszek döntésképtelen, tehát el fogom tudni dönteni, hogy én őt szeretném. És ez egyébként úgy tűnt, hogy, hogy sikerül is, és neki egyébként már kinéztem korábban egy nevet, de de azt nézem, hogy lehet, hogy nem fogom neki azt a nevet adni, mert igazából csak így a fejemben, fejemben állt össze, az még korán sem jelenti, hogy... De, Crimson, a Crimson nevet szeretném adni neki, ugyanebben a felnőtt csődör felállásban, már nem tudom egyébként, hogy mi értelme van ezeknek a beállításoknak, igazából csak azért állítom be, mert, mert van rá lehetőség, egyébként nem nyúlnék hozzá. Jaj, 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 vegyük meg, úristen. Igen, hát ő csak kell bemutatnom nyilván, ő már elég régóta benne van a játékban, és hogy most jutottam csak el hogy megvásároljam, de egyébként nem véletlenül, mert mindig voltak fontosabb, fontosabb lovak. És, ó, hello, hát hello, hát hello. Hát most nem imádni való? Nagyon szerettem frízeket edzeni annó, rettenetesen szerettem, és kicsi sajnáltam, és annyira hamar kiedzettem a frízeimet. Pedig egyébként nagyon sokan fikázzák ezeket a frízeket, hogy katasztrófa a mozgásuk. Hát jó van tényleg egy kicsit ilyen, kicsit ilyen sarkos, de, de én imádom, tehát az összes frízt imádom, és most modelltől függetlenül egyébként mindegyiket szeretem. És most ez, így, ez egy kicsit ilyen nosztalgikus érzés nekem, mert nagyon régen vettem már fríz lovat, úgyhogy euh, nagyon értékelem különben, hogy, hogy erre most így van lehetőség, hogy akciósan vásároljak, mert egyébként, ha nem akcióztak volna le, és szerintem ezzel vagyunk még így egy páran, a büdös életben nem vettem volna meg. Na, nézzük a lipicait! <kül> Na, vele az a problémám, hogy ugye ő ugyan nincs meg, viszont ő igen. Tehát ő megvan. Ugyanúgy ő is megvan, ő nincs meg, de nem is tetszik, ő nincs meg, de tetszik, ő megvan, és vele meg úgy vagyok, hogy belőle megvan a régi generációs. Tehát igazából itt is úgy voltam vele, hogy hát ha ma választani kell, akkor inkább, inkább ő. És Hát ennyi. <laughs> igazából így ennyit tudnék hozzáfűzni, mert, mert igazából minden van mellett szólt, hogy, hogy őt, hogy őt, őt válasszam, és igazából kíváncsi vagyok, hogy hogy tudom-e neki azt a nevet adni, mert próbáltam előre egyébként. Ah, van egy olyan appalószám, hogy dropping és a drop az már rém lett nekem korábbról, hogy az megvan, és én arra gondoltam, hogy ezt a dropi, dropi nev nevet adnám neki, mert ez mégiscsak rövid, meg lehet jegyezni, meg szerintem tök cuki egyébként. <tosz> <tosz> Jaj, Istenem! Ettől a lipicaitól várom a legtöbbet egyébként, tehát azt azért így itt szeretném hozzátenni. Nyilván az ő itt sem kell bemutatnom nektek, mert hiszen már ő, ő se mai csirke, tehát már egy ideje bent van. Egyébként a Snowflakes nevet akartam először adni neki, pont a mintája miatt, de azért nem azt, azt, azért nem azt raktam, azért nem azt adtam neki, mert ilyen nevű van már van. Úgyhogy azért nem akartam. Egyébként a lipicaival is úgy vagyok, mint a... a <laughs> mint a frizzel, hogy nagyon gyorsan kiedzettem, szinte föl se fogtam egyébként, hogy már kész vagyunk, egy kicsit sajnáltam is, úgyhogy örülök, hogy most megint lehetőségem nyílik arra, hogy ismét egy lipicai tetszhessek, mert teljes áron biztos, hogy nem vettem volna most. <laughs> Tehát ebben, ebben maximálisan biztos vagyok. Úgyhogy most így, így, igazából így örülök ennek a leárazásnak. Egyébként nem tudom, akik régebb óta követnek, tudjátok, nem nagyon szoktam én az ilyen, az ilyen bazároknál túlzottan vásárolgatni szerintem. De nyugodtan cáfoljatok meg, én nem emlékszem, hogy, hogy, hogy annyira bőre eresztettem volna ezeket a bazáros vásárlásokat, ez most egy kivételes alkalom amúgy, de úgy vagyok vele, hogy, hogy miért ne, tehát ha már itt van a bazár, akkor vásároljunk. Most egy kicsit megváltozott ezzel kapcsolatban a nézetem. <coughs> Na, hát Morganekkel úgy vagyok, hogy mint már mondottam volt, mindegyik lószínből megvan a régi generációs, tehát ő megvan, ő is megvan, Őt eleve már megvettem, Beára, a, ezt a harmadik generációsat. Ő is megvan régibe, ő nincs meg, de nem véletlenül egy rész nem is volt, illetve hát hasonlója van, az pedig megvan egyébként, de viszont nem tetszik. Tehát így ebben a formájában nekem nem tetszik, ő megvan, ugye, Tutikát ismeritek, és ő is megvan. Ez a, ez a színvariáció volt a régi Morganek közül az első, amit megvettem. És imádom egyébként, imádom. <tosz> Imádom, imádni való. Na végül is szóval így, így nála döntöttem. tehát hát, ez van. Jó lesz. 595 SC. Mondjuk jó, most a volt a legdrágább így. Tehát nem baj, én, 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 én túl, túl, teszem magam rajta. <missz> túl fogom élni. Na lássuk akkor. Ö... Ö, ö, ö neki, neki valami olyan nevet akarok, hogy mindjárt elmondom, de hát sajnos nem fogom tudni neki azt a nevet adni, mert hát jó van, Olive lesz, <coughs> és kislány, de egyébként oilit akartam volna neki adni, mert nem tudom, hogy emlékeztek-e, ezt a régebbi nézőim biztos, hogy, 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 jobban tudják, hogy régen mindig azzal példáloztam, és azzal röhögtem, mert volt egy, volt egy ilyen, egy ilyen amit úgy nézett ki, mintha nyakon öntöttek volna olajjal, <kül> és igaz, ő ugyan barna, az meg fekete volt, de, de akkor, vagyis hát, Na most ez jó kérdés hogy fekete volt, vagy barna. Mindegy lényegtelen, szóval azon viccelődtünk évekig, hogy olyan, mint hogyha nyakon öntötték volna olajjal, úgyhogy így most a, az oliva olajat figyelembe véve gondoltam, hogy akkor, hogy akkor őt őt, 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 szeretném elvinni és, és elnevezni. Úgyhogy oliva, vagy valami oily, de hát sajnos nincs oil előtag, csak oliv van, úgyhogy Igazából én, 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 én nagy vonalúan beírem ezzel is. <laughs> Tudjátok, nem vagyok válogatós. Csak egy iciripicirit. Nos, akkor itt is van a jelenlegi lóállományom. Jobbról balra Crimson, Candle, Olive és drapi. És hát igen, akkor ma is elköltöttem egy valag sc de nem baj, vettünk egy Jorviki Freezt, egy Belga melegvérűt, egy Morgant és egy Lipicait és ennek tekintetében 22.900-ról 20.538-ra ugrottunk. És most mindenki vonja le a következtetést, hogy megértel -e vagy nem. Szerény véleményem szerint négy lóér egyébként nem volt sok, hogyha ez darabonként kellett volna megejteni, akkor körülbelül olyan, <coughs> olyan 4.000 SC körül lettünk volna, tehát gyakorlatilag fele annyiért vásárolhattam meg őket, ami szerintem egyébként egy nagyon jó arány, tekintve, hogy rengeteg videó ötletem van mostanság, amihez kellenek majd nekem lovak, amiket edzhetek, miközben pofázok, és nem mellesleg amúgy egész jól el vagyok mostanság az edzéssel. Így annak tekintetében egyébként, és ezért is mondtam, pár perccel korábban, amit mondtam, telkeztem, hogy egyébként azért is merek most ennyi, ennyi lovat bevásárolni, mert mert hamar ki lehet őket edzeni. Tehát igazából ez az egyetlen motivációm, és régebben azért nem vásároltam a bazárban különben, mert így is volt egy csomó lovam, amit nem tudtam még kiedzeni. Még azok közül is volt uh, kiedzeni való lovam, amiket leakcióztak. Azért nem akartam belőle még egyet. Úgyhogy igazából Azért voltam úgy vele, hogy, hogy nem vásároltam én, én régebben. Viszont most így, hogy ilyen gyorsan mennek a dolgok, így megkockáztatom, hogy akkor, akkor, akkor akár többet is vásárolok. Lehet, hogy többet is, mint kellene, de most kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő alatt fogom behozni magam. Beára pedig megtartom majd a szelfranci lovakat, amikor majd beérkeznek. Persze nem mondom, hogy abból nem fogok venni még a későbbiekben, de első körben szerintem, hogyha beára veszek egyet, és kitapasztalom, hogy hogyan hogyan működik, meg eldöntöm, hogy tetszik-e, nem tetszik, majd akkor el fogom tudni dönteni, hogy nekem az most kell, vagy nem kell. Erre még nem jöttem rá, de majd hamarosan kiderül. Na, srácok, én már elköszönök tőletek, azt hiszem, hogy éppen elég sok hatás ért engem és a pénztárcámat, úgyhogy most egyelőre elköszönök tőletek, még ha minden igaz, akkor érkezem videóval de azt nem tudom előre megígérni, hogy mikorra, majd egyszer csak valamikor érkezem vele. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!